A Panna Csajok stb. mai adásának vendége dr. Farkas András nyugdíjszakértő. Nagyon örülök a találkozásnak, bár kicsit rettegek a témától. Vannak ilyen kérdések az interneten, hogy ha, ha újra kezdhetnéd, akkor, akkor mi az, amire figyelnél? És nagyon sokszor előbukkan az, hogy tulajdonképpen az egyetem elvégzése, vagy bármilyen iskolák elvégzése után már el kellene kezdeni spórolni, félretenni pénzt, az öngondoskodás útjára lépni. Ezt azért legyünk őszinték, viszonylag kevesen űzik az, hogy meg, hogy 20 éves korukban elkezdjék, még kevesebben vannak. Hogy állunk az öngondoskodásra? Magyarországon, Na, ugye, kezdjük azzal, hogy Magyarországon a nyugdíjhelyzet, meg a nyugdíjas évekre való felkészülés helyzet, az nem lehet jobb, mint általában a magyar helyzet, és általában a magyar gazdaság helyzete. Tehát képzeljük el, hogy ez egy, ez egy, tenger, amiben vannak az, a fiatalok hajói, a középkorúak hajói, meg az idősek hajói. Ha jön egy dagály, tehát nő a gazdaság teljesítménye, nő a GDP, jaj de Istené az egész, akkor emelkedik minden hajó. Ha meg pocsék a GDP, meg recesszió van, meg esünk vissza, meg infláció van, meg az összes rémálom, amit átéltünk az elmúlt években, az összes hajó az egyre sekélyebb vizekre kerül, a végén meg meg is feneklik. Ez történik minden téren, és ez meghatározza például az öngondoskodási hajlamát is az embereknek, mert ha fiatalon elvégzem az egyetemet, vagy nem is végzek egyetemet, elkezdek dolgozni, vagy nem kezdek el dolgozni, csak a mama hotel és papa bank jelenségével élve 30 éves Korom, még ott élek mamával, papával. Lényeg az, hogy fiatalon nem az az elsődleges gondom, hogy mi lesz velem öregen. Először is az már annyira messze van, hogy nem is foglalkozunk vele. Tipikusan az a válasza egy fiatalnak, hogy hagyjál engem békén a nyugdíjas problémával. A fiú azt mondja, hogy meg sem fogom élni azt a kort, ugye, mert ez benne van ez a, ez a városi negatív legenda a közgondolkodásban. A lányok meg azt mondják, hogy hagyjál már, hát most gyereket kell szülnem, lakást kell szereznem, mondjuk ez a fiúknál is közös probléma, tehát el kell indítani az életet, és pontosan tudjuk, hogy ma mekkora esélye van egy fiatal párnak egy önálló lakásra, vagy egy lakásbérletre, hát, hát, halljuk folyamatosan, hogy a, a egész ingatlan piac az nagyon drámai folyamatokon megy keresztül, és az összes támogatás meg gyermekvállaláshoz kapcsolt kedvezmény ellenére pokolian drágák a lakások, tehát eleve a mi fiatalok elsődleges gondja az a saját lakás megteremtése, meg a saját élet elindítása. Ilyenkor abszolút a háttérbe szorul a nyugdíjas életre való gondoskodás, ezt látjuk, a Magyar Nemzeti Bank egyen hiányzó nemzedékekről beszél, amikor a önkéntes pénztári tagságnak a korfáját, a korösszetételét elemzi az önkéntes nyugdíjpénztárakban gyakorlatilag a 20 és 40 közötti korosztály az nem létezik, nincs. És az drámai, hogyha belegondolunk, 40 fölött kezd el egy kicsit emelkedni, és igazán 50 fölött kezdenek el az emberek aggódni, hogy mi lesz velük nyugdíjas korukban. Nagyon sokszor még akkor sem igazán aggódnak, csak akkor már látják, hogy a szülők, hogy akkor már megkapják a nyugdíjukat a szülők, és hogy mennyire alacsony sokszor a nyugdíj összege, akkor szoktak bepánikolni a gyerekek. De a gyerekek akkor már 30-40-50 évesek, mire a mama, papa az a nyugdíjas élet nehézségeivel szembesül. De, visszatérve az eredeti kérdésre, ezt úgy oldják meg a fejlettebb gazdasággal rendelkező országokban, mondjuk az Uniónak a mag országaiban, hogy a foglalkoztatói nyugdíjpillért rendkívül erőteljesen támogatják, már bevezették. Nálunk csak úgy mondom, egész Európában gyakorlatilag az egyetlenek vagyunk, ahol nincs foglalkoztatói nyugdíjpillér. Tehát ezért van ilyen óriási fejnehéz szerepe a társadalombiztosítási nyugdíjnak, az állami nyugdíjnak, mert nincs foglalkoztatói nyugdíjpillér, és a foglalkoztatói nyugdíjpillért úgy szervezik meg, a leghíresebb példa az az angol, mint onnan terjedt el az egész világon, hogy a gyerek elkezd dolgozni, akár az egyetem után, akár előtte, tehát gyakorlatilag 16 éves korától bármikor, amikor belép egy munkahelyre, akkor abban a pillanatban ő automatikusan a tagja lesz egy foglalkoztatói nyugdíjalapnak. A foglalkoztatói nyugdíjalap az úgy működik, hogy a, a tagoknak a, a bruttó keresete 5%-át utálják átlagosan ebbe a foglalkoztatói nyugdíjalapba, amit kötelezően a munkáltatónak ki kell egészítenie legalább 3%-kal. Gondoljuk bele, hogy gyereknek 16-18-20 éves korától, 24 éves korától egyetem után minden évben a keresetének a 8%-a az bemegy egy ilyen alapba, és onnan befektetik neki. Tehát adott esetben akár 40-45 éven keresztül halmozódik a pénze, és annak a pénznek egy jó része az az, amit a munkáltató kötelezően kell, hogy adjon ehhez a megtakarításhoz. Kicsi a nyugdíjunk, megpróbálunk elmenni dolgozni, eleve sokat beszélünk ebben a podcastban is arról, hogy nem olyan egyszerű már egy bizonyos kor fölött normális munkát találni, és akkor jön a nagy kérdés, hogy akkor, akkor, akkor ilyenkor mi van? Tehát, hogy hogy, hogy nem tudunk megélni. Vannak-e, nem tudom, elképzelései, víziói arról, hogy, hogyha ez tömegeket érint, akkor mi történik? Első jó, most egy jó hírrel kezdem. Magyarország nagyon jól kezeli a nyugdíj melletti munkavégzést, mert a versenyszférában és egy sor olyan közszférában, ahol gond van a munkaerővel, oktatás, szociális szféra, ott teljesen szabadon föl lehet venni a nyugdíj mellett a, a, keresetet, és nem adózik ez a, pontosabban ez a kereset, ez nem visel járulékterhet. Uh -huh. Csak a 15 százalék a terheli, nem kell fizetni a 18,5 os TB járulékot, a munkáltatók örülnek, mert nem kell fizetni ők a 13 os szochót, tehát a nyugdíj melletti munkavégzésnek a jogi feltételrendszere most nagyon jó. Hogy van-e olyan munkáltató, aki nagy számban hajlandó nyugdíjasokat foglalkoztatni, ez már egy másik kérdés. A tapasztalataim azok, hogy a nagyvárosokban, megyeszékhelyeken van -e ilyen munkáltató a legtöbb nyugdíjas, aki foglalkoztatottként dolgozik, az a városokban tud elhelyezkedni. Nyugdíj, mert nagyon sokszor nem is új helyre megy, hanem visszafoglalkoztatja az a munkáltató, ahonnan elmegy nyugdíjba, mert hiszen az már megéri a nyugdíjasnak elmenni, mert akkor a keresete az járólékmentessé válik. Viszont vidéken, kisebb helyeken ez nagyon nagy nehézségbe ütközik, mert kell találni olyan munkáltatót, aki ajlandó fölvenni. Mert 65 évesen az ember már nem szívesen kezd egy új vállalkozásba, mert vállalkozhatna a nyugdíj mellett, az is kedvező, mert akkor már csak kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozó kedvezőbb adó környezetbe, Na de hát ahhoz kell egy nagyon nagy bátorság, hogy elkezdjek vállalkozni, ráadásul kell egy piac hozzá, hiszen mit vállalkozzak egy kis településen, ahol semmilyen igény nem tudok fölmérni. Igen. Tehát na, a városokban olyan munkáltatók jelenlétével, akik hajlandók foglalkoztatni nyugdíjasokat, ez egy nagyon jó megoldás lehet, mindaddig, amíg az egészségi állapot ezt Igen. lehetővé teszi. Tehát ez nagyjából ez a 62-70 közötti korosztályra vonatkozik. Aztán meg a családom múlik, hogy... A családom múlik, és nem beszéltünk arról, hogy ott van a kötelező szülőtartás, tehát hogyha egy szülő rászorulóvá válik, teljesen mindegy, hogy miért, akár önhibájából is, tehát rászoruló szülőnek minősül, akkor a bíróság előtt a gyerek kötelezhető, kötelező szülőtartásra, hogy a szülőnek a megszokott kiadási környezetében annyival hozzájáruljon, ami lehetővé teszi a szülő megszokott életszínvonalának a fenntartását. Ezek borzasztó kemény tételek lehetnek, még nem érte el az inger küszöbét a társadalomnak ez a kötelező szülőtartás, de, elfogja. de majd elfogja.